az lenne a kérdésem, hogy jártam én is pszichoterápiára, és amikor vége lett, akkor azzal köszönt el tőlem a hölgy szakember, hogy köszöni a közös munkát, mert számára nagyon inspiratív volt, és amikor visszakérdeztem, hogy miért, akkor csak annyit mondott, hogy mert nem gondolkodtam sokat azon, amit csináltam, csak csináltam, és ebből ő tud meríteni. Az én gondom az, hogy nem kerültem közelebb ahhoz, hogy mit csináltam jól, mert sajnos már nincs velem módom ezt megbeszélni. Hogyan tudom ezt egyrészt megtalálni, hogy ez bennem hol igaz, ha igaz, másrészt meg, ha igaz, akkor hogyan tudom ezt az eszköztárat úgy felhasználni, hogy tovább mehessek a fejlődésben. Több dolgot kérdeztél. Tehát elkezdem az elsővel. A terápiás folyamatban egyáltalán nem biztos, hogy a paciens fejlődik többet, nem a terapeuta. A kettő közt az a különbség, hogy a paciens fizet. Én sokszor szoktam mondani így, hogy most nekem kéne fizetni neked. Mert valami olyanra tanítottál. Ez az egyik szint. A másik szint az az, hogy ha ezt mondta a terapeuta, akkor ez egy jó képzett terapeuta. El tudta ismerni. És azt is el tudta ismerni, hogy benned milyen pozitívumot látott, hogy te képes vagy így dolgozni, hogy nem a gondolatod vezérel, hanem mögötte lévő dolgok, tehát a cselekvés. És ez nem egy könnyű dolog. Ugye nagyon fejbe vagyunk, nem véletlen mondtam az előbb, hogy a dráma akció, érzelem, és csak úgy jön a gondolat. És hogy általában a legtöbb pszichoterápiás módszer az gondolatra épít. Nagyon behatárolt. A másik, amire építenek, a kapcsolat. Ugye a legtöbb dinamikus vagy analitikus eredetű terápia az a kapcsolattal dolgozik, és alapvetően a terápiás folyamat az a kettőjük kapcsolata, ha ez egy egyszemélyes dolog, ami azért nagyon beszűkíti a dolgot. Hát ezért az ortodox analízis az hetente 4 alkalom legalább, de lehet minden nap, és éveken keresztül. És kicsit rossz indulattal egy pszichoanalízis úgy szokott megszűnni, hogy valamelyik meghal. Vagy a terápeuta, vagy a paciens. Ez rossz indulat, ez realizmus. Tehát nekem is volt, amikor fölkértek, és nem tudtam ellentmondani, utálok ilyet, hogy egy alkalom meg, hogy csak hallgassam meg, nem megyek ilyenbe bele. De ezt meg kellett csinálni, mert egy olyan ember kért meg, akinek megteszem. És hát ez az illető egy nagyon híres magyar pszichiáterhez járt több évtizedig, addig a Buda Bélához, ha valakinek ismerős ez a név, amíg a Buda Béla meghalt. Tehát a terápia azzal fejeződött be, hogy a Buda Béla meghalt. És minden döntését előtte fölhívta a Bélát, és telefonon egyeztette. Katasztrofális. És ilyen volt a személyisége. Tehát tényleg el volt akadva. El volt ezen akadva, és ez a terápiás folyamat, ha most a valóságként nézem, akkor megerősítette ezt az elakadást. Tehát ezek ilyen nagyon szélsőséges, elképesztő dolgok, de történhet ilyen. És ugye ez egy kicsit olyan, mint mikor anyuka a 35 éves fiát nem tudja elengedni, mert vigyázni kell rá. Hát ez ugyanez, vagy nagyon hasonló ebbe a terápiás folyamatban is. Tehát, hogy itt a másik az, hogyha most tegyük fel, ő megmagyarázza neked, hogy mi történt, akkor valamilyen viszonyítási rendszert fog használni, amivel elmondja. Amit nem biztos, hogy könnyű megérteni, meg nem tudom, hogy van-e értelme. Tehát egy picit azt mondanám neked, hogy ennek a terápiának az értéke a terápia alatt történt meg. Nem kell utólag ezt megérteni, meg megbeszélni se. Egy 250 órás dráma önismereti csoportot azzal szoktunk befejezni, hogy forrószéket csinálunk, ott beül mindenki középre, kiválaszt 3-4 embert, és mi is beülünk. Tehát a mindig két vezetővel megy a vezetés, mi is beülünk, és mondják el. És hogy nagyon fontos információk hangzanak el, hogy ki hol tart ebbe a folyamatba, és hogy erre milyen visszajelzéseket adnak,
és ez rengeteget tud emelni ezen a dolgon, de mindig nagyon kell arra vigyázni, hogy te mennyit mondasz, mint vezető, és ne akart te a legokosabb lenni, és a legtöbbet mondó. Mert akkor megint belecsúszunk egy szülő-gyerek kapcsolatba, és nem pedig úgy, hogy meghallgatom a többieket. És hát én ezt nagyon fontosnak tartom, elég kevesen csinálják így a dráma lezárást. Mert ennek pont ez a lényege, hogy az a csoport intimitás, ami működött, az most egy gyászmunkába, hogy befejeztünk valamit, mint érték jelenjen meg, és ezzel együtt menjenek. Tehát ne egy szülő-gyerek kapcsolatot ismételjünk meg, hogy most az okos vezető elmondja, hogy te milyen vagy, hanem egy egészen más szint, és ezért úgy is kezdjük a kommunikációt, hogy azt kedvelem benned, és 5-6 mondatotnál többet nem szabad mondani, és azt nem kedvelem benned. És mindig ott van az azt nem kedvelem benned. Azt is oda kell tenni. És ettől leszünk felnőttek. Mert hát ez így működik az életben is, hogy valamit kedvelek, valamit nem kedvelek. Na, most nem akarom tovább elemezni ezt a dolgot, hogy ez a terapeuta lehet, hogy jól csinálta. És az általad megírt dolog a lényeg nem az, hogy ő mit gondol erről. Te, hogy érted meg? Többször volt már említve, az ego, illetve hogy ez egy falként működik a személyiségünk előtt. És nekem ugye reggeli célomként meghatároztam, hogy az egóm smirlizése miatt vagyok itt, hogy ez a fal egyre vékonyabb legyen. És voltak ego, a személyiségen az ego foltok, ugye, mint hogy odaszúrásként ez fáj, hogy ezt hogy lehet eltávolítani, vagy hogy lehet ezen dolgozni. Úgyhogy nyilván fog fájni, de hogy hatékony legyen. A jó hírem az, hogy nem csak neked fáj, hanem annak is, aki a túloldalán van. Legyél szíves átmenni a túloldalra, és ezt úgy hívják, hogy együttérzés. Tehát egoitást gondolkodással, azzal az 1%-nyi gondolkodással lehet, ami a nem kettősség alapú bölcsességből származik, az meg ritka. És nagyon nehéz megkülönböztetni a magyarázkodástól az elején. Az együttérzéssel lehet ezt megoldani, a másik helyébe képzeled magad, aki éppen szenved tőled, mert falat emeltél elé, holott mondjuk kaput kellett volna nyitni, vagy egy hidat kellett volna építeni. És az együttérzés az a legmélyebb, legegyszerűbb mi voltában a közös lényegünknek a tapasztalása, nem pusztán az intellektuális belátás, hogy én is ember vagyok, te is ember vagy, de azért nekem egy picit több jár. Tehát ez nem megy. A lényegünk ugyanolyanságának a tapasztalása és a jelenségbeli különbségeink belátása ugyanarra a pontra tud juttatni, de csak akkor, ha mind a kettő megvan. Tehát a formaszintű különbség és a lényegi szintű azonosság. És ekkor eltűnik a fal, miért? Mert belátod, hogy illuzórikus. Az elején át kell menni a túloldalra és együtt érezni a másik, hogy úristen, most érzem azt, amit ő. És ezt nem szeretném. Visszakapni sem, meg a másikban teremteni sem. De a lényegnek a meglátása nem a másikkal való lényegi azonosság meglátása pusztán, hanem eközben azt is meglátod, hogy az a fal, amit emeltél, az eredetileg nincs. Azt te építetted, és le tudod bontani. Tehát önmagától nem létezik. Ez az önálló lét hiánya, ez a karmának az egyik velejárója. Tehát múlandó, feltételhez kötött, és befejezetlen, vagy tökéletlen. Eredetileg tulajdonságok nélküli. Na most, amikor ezt tapasztalod, akkor a tudatáltali teremtettséget gyakorlod a teremtő oldaláról, mert nem vagy hajlandó, ahogy ezt az előbb mondtam, elkövetővé vagy áldozattá válni, tehát belecsúszni a teremtettség negatív vagy pozitív oldalába. És amikor az ego falat illuzórikusnak látod, akkor megszűnik az önképhez köthető összes patológiás tünet. Előbb vagy utóbb. De folyamatosan belátod, hogy ahogy te látod magadat, az hamis. És ezt csak az önvaló nézőpontjából láthatod 100%-os tisztasággal, nem egy alternatív személyiség nézőpontjából, egy hipotetikus valamiből. De megint csak vissza kell térni azon gondolkodás vagy dualisztikus tudatfolyamat elé, amely a személyiséget, torszképét, azt az egoitást, aminek kényszerűen hiszed magad, megteremti.
És amikor ez elé visszatérsz, látod, a teremtett az az illuzórikus voltát, és nem épített föl. És elvállalod azt a kockázatot, hogy ebben a fal nélküli, akadálytalan vagy önvédelem nélküli mi voltodban valaki meglát téged. És ez az intimitás kockázata. Ezért nem szoktuk bevállalni. Vagy részben vállaljuk be. És az életlenség nagyon gyorsan megmutatkozik. Jó. Köszönöm. Te egy példát mondanék neked még, de előtte még mondok egy másikat, hogy kétféleképp lehet létezni. Szenvedve szenvedni, vagy szenvedve fejlődni. Fejlődni szenvedés nélkül szerintem, ez, én legalábbis még nem tapasztaltam ilyet. A másik az, hogy a drámában van egy alapvető technika, úgy hívjuk, hogy szerepcsere. És mondjuk valaki azzal jön, hogy már megint összevesztem a párommal, és szeretnék ezen változtatni. Oké, rendben. Hol történik? Csinálunk egy helyszínt, választ ki a párodat, csoportból behív valakit, és akkor csináld. És akkor elkezd így csinálni. Majd azt mondom, hogy szerepcsere. És akkor a másik csinálja azt, amit eddig ő megvan a másik szerepébe. A helyzet megváltozott. És hogy itt jön be az, hogy már nem beazonosulás lesz, vagyis egy helyzetet megmutatunk, hogy hogy történt, eljátszunk, és a dráma ezért több egy kicsit, mint hogyha színészkedünk, hanem megéljük azt, hogy a másikként hogy van, amit az előbb mondtam, hogy hogy lehet a 4 fokozatot csinálni, tehát belelépsz a másikba, vagyis elkezded a másikat megélni. És az egy óriási változtatás, és ott tényleg elindulhat egy teremtés, vagyis nem ismételjük, amit annyiszor csináltunk, és már gyerekkorunkból hozzuk, és most a párunkra vetítjük ki, hanem elkezdünk megváltoztatni valamit. És hát aztán persze ennek rengeteg más technikai segítése is lehet, de ezért a legfontosabb technika a drámában az, hogy szerepcsere. Köszönöm. Ide kapcsolódva az együttérzéshez, én magamon azt tapasztalom, hogy a legnagyobb bátorság kell ahhoz, hogy valóban együtt érezzek valakivel, mert abban a pillanatban, ha ezt megteszem, akkor pont egy csomó énkép sérül, egy csomó olyan elképzelés, amit én úgy igaznak vélek, aztán kiderül, hogy rohadtul nem az. Na most ezt úgy érzelmileg nehéz elviselni. Mi az, amivel azt a fajta erőt meg tudom tartani, ahol nem visznek el az érzelmek? És segít, hogy a valódi együttérzést meg tudjam tenni. Az, hogy ami érzi ezt a fájdalmat, az is illuzórikus. Na, ezt még gyakorolnom kell. Köszönöm. Én is mondanék akkor valamit, hogyha belebújsz a másikba, és megéled őt, akivel most jó lenne együtt érezni, csak kurvára nem megy. Mert hogy ez így szokott lenni. Nem haragszom én, meg nem akarom megölni se, csak hát most nem tudok együtt érezni. Akkor azt érdemes, hogy ő most hogy éli meg azt, hogy nem tudok vele együtt érezni. Tehát belebújok egy kicsit. És elkezdődik ez föloldódni. Annak aztán az a folytatása, hogy ez honnan ismerős nekem, és akkor jöhet ez, hogy mi ez. Mert hogy itt megint az történik, hogy ugye rávetítünk valamit, amit hozunk, vagy még akár előző életekből is, annak meg csak egyféleképp lehet, hogy túljutunk rajta, tehát hogy meghaladjuk. Ezt a pszichoterápiában kicsit másképp hívjuk, de hogy ez a lényege, hogy az, ami engem megakadályoz, hogy együtt érezzek, azzal kell beazonosulnom, ami mögötte van. Például én néhány évtizedig azért elég agresszív voltam, most se áll távol tőlem az autoritás. De már tudok különbséget tenni. Tehát amikor egy csoportot vezetek, és most az a feladat, hogy itt most ezt meg ezt csináljuk meg, akkor autoritár vagyok. Amikor nincs erre szükség, akkor nem vagyok autoritár. Tehát nem úgy élem meg, hogy ez hiányzik. És mikor azt látom, hogy valakinek szüksége van rá, akkor megteszem úgy, hogy közben fölismertem, hogy szüksége van rá, és megcsinálom, és nem
leszek agresszív benne. De ha nem ismerném föl, akkor valószínűleg ő is annak élné, meg én is annak élnék. Tehát ezzel nagyon sok mindent meg lehet érteni, hogy is vagyok én ebbe, és tényleg az, hogy mit vetitek rá, az eléggé eldönti azt, hogy mi is fog történni közöttünk, de azt én vetítem rá, nem a másikból jön, és ezt föl kell tudni is, hogy ez belőlem jött, és nekem van vele dolgom, biztos neki is van dolga valamivel, amitől most nehéz vele együtt érezni, bennem hogy történik. Az tud nagyon sokat segíteni. Köszönöm szépen. Egy gyakorlati kérdés lenne. 3 hónapja dolgozom a nagy együttérzés mantrának az utolsó sorával, mint mantra, és hozott fel olyan egy olyan karmát, amitől iszonyatosan szenvedek, de nagyon. Akkor működik. Igen, csak egy előadásodban említetted, hogy a meditáció az megmutatja a szenvedést, de a megoldást is egy idő után. De ez még egyelőre nem jön, hogy váltsak-e mantrát. Ne, a világért se. Azt hiszed, hogy engedem a könnyebbik utat? Ugyanazt a mantrát kell megtartani, ami felhozta, és ugyanazt fogja gyógyítani. Csak tessék türelemmel kivárni, amíg te tényleg nem azonosulsz ezzel a szenvedésteli karmával, és már csak figyeled, ahogy a mantra és az adott karma egy térben létezik, de te már nem reagálsz rá. Eleinte nagyon szurkolunk így kezdőzen gyakorlatilag, hogy én nekem csak a mantra kell, nekem csak a nagy kérdés kell, és az a csúnya karma, ami ott van a tárház tudatomban, az minél hamarabb tisztuljon ki, és nyomát se lássam. Na hát akkor köszönjük szépen, ez az álságos nirvánának a kapuja. A legdurvább paradox, hogy például az együttérzés mantra, a nagy együttérzés dárani utolsó két sor azért sűrű, tehát az együttérzés mantra gyakorlásának közepette jönnek föl a legkeményebb akadályok az együttérzés útjában. Horrorisztikus tapasztalatom volt Koreában, ahol azért el voltunk keresztve elvonulásokkal rendesen, évi 290 nap 6 éven át, ez nem volt piskóta, és mindig is konszembosszál volt a napi éneklés úgy délben, és én azért nagyon sokat dolgoztam ezzel a nagy dáránival teljes hosszában és rövidített verziójában, és én nagyon szerettem ezt a mantrát. Az első években olyan képsorok, emlékek, tudatalatti tartalmak jöttek föl, hogy én gyakorlatilag el akartam rohanni a világ legeldugottabb sarkába, hogy én hogyan őrizhetek ilyen karmákat a motorház fedél alatt. És két dologra jöttem rá. Az egyik, hogy akárhova rohanok, ez a karma ott van velem. Tehát gyakorolni kellene, hogy teljesen jöjjön ki, és ha teljesen kijött, akkor megszabadultam ettől, csak nem szabad kimondani, hogy tőled pont megszabadultam, mert akkor jössz velem megint, vontató kötélen, mint megszabadult karma, csak kötődöm hozzá. Tehát teljesen természetes a folyamat, és ennek az elviselése felnőtté tesz. Végig kell csinálni. És akkor én a következő, ami már nem olyan, már egy másik, nem az, hogy könnyebb vagy nehezebb, egy más karma, és ebből látszik az, hogy te erősebb vagy, mint az a csúnya, rossz akadály, ami jött és ment. Te maradtál ebben a pillanatban. Az akadály az jött a múltból, riszálta magát a jelenben, és eltűnt úgy, hogy a jövőt már nem veszélyezteti. Ezért kell a mantrát megtartani, ha rám hallgatsz egy kis leborulással, turbóra kapcsolod a folyamatot, és egyben stabilizálod is a centeredet, megtisztítod az energiarendszert, és akkor még inkább a helyes önbizalommal fogsz bírni, és látod azt, hogy a karma az múlandó, ami viszont látja, az nem. Ez nagyon súlyos. Hát amíg eddig a látóig, a vidgyáig, ami nem egy személy, csak a személyedet is mutatja, azt először, ugye, addig a látóig nem jutsz el, addig mindig valamilyen karmikus illúzióban, valamilyen kényszerű ragaszkodásban, hamis azonosulásban élsz. Ez mindegyikünkre igaz. És amikor elkezdesz gyakorolni, ezen hamis azonosulás alapjai
fundamentumai, ami a drága látos személyiségednek ilyen abszolút értékű építőköveként adja el magát, ez jön a felszínre. És döbbenet, hogy ez volt a küszöb alatt, ez volt a hátsó ülésen. Úgyhogy nagyon jó úton vagy, tessék tovább csinálni, egyenesen előre. Köszönöm. És nem ijedni meg semmitől, jó? Egyetértek. Thank you, sir. Következő kérdés. Az együttérzésre kanyarodnék vissza egy kicsit. Többször voltam már családállításon, és ott mindig tényleg az fájt a legjobban, hogy bele helyezkedjek a másikéba, valakinek másnak a szerepébe. Főleg úgy, amikor egyéni volt, és ugye mi úgy játszottuk, hogy mindegyik szerepbe bele kellett lépni kicsit. Az egyik legnehezebb számomra az, amikor egy olyan tehetetlen állapotot éreztem meg valaki szerepében, amikor, vagy legalábbis tehetetlennek vélt állapotot, amikor úgy éreztem, hogy belekerültem egy olyan állapotba, ami áldozattá tett. Erről többször esett szó mostanában, és valami olyasmi indult el bennem ennek kapcsán, hogy nem azt tett, azt hiszem áldozattá, hogy hagytam, de egy olyan reakció miatt, ami talán a védekezésről szólt, és azért nem akartam együtt érezni, mert hogy ezzel védekeztem, azt hiszem, hogy nem akarok belelátni másnak a sorsába. Azt viszont honnan fogom tudni, hogy valójában megdolgoztam ezt az együttérzést, vagy valódi, mert hogy többször kapom ezeket ugye vissza, honnan tudom azt, hogy már nem fáj az együttérzés, vagy meleg jobban belemenni, és odaállni mondjuk valójában, amíg megtehetem az adott személy elé, hogy köszönöm, hogy erre tanítottál, mert a vágy már, mintha ott lenne bennem, de még ez már nem menekülés, inkább csak egy ilyen kérdés, hogy talán a türelmetlenség meddig tart még. Tehát a kérdésem az, hogy honnan fogom tudni, hogy odaállhatok elé, és mondhatom azt, hogy köszönöm, vagy valami ilyesmi. Az állítás semmilyen logikus kérdésre nem fog válaszolni, ha jól csinálják. Akkor fog csak válaszolni, ha rosszul csinálják. Magyarországon elég furcsán csinálják az állításokat, most én ebben nem akarok belemenni. De az eredeti, akitől ered, annak a fő problémája az, hogy nem fogadta el a karmát. A karma törvényét. Helyette sok mindent mondott. Mert ez valószínűleg az ő katolikus gondolkozásával nem fért össze. Van egy másik dolog, amit nem könnyű megcsinálni. Az az, hogy én térrel dolgozok. Tehát egy olyan teret kell segítenem létrehozni, és mindenkinek, aki a csoportban van, amiben történhet valami, ami egy intuitív ráébredés. Én például elég sok videóját megnéztem a mesternek, aki kitalált ezt az egészet, mindig elfejtem a nevét. Hellinger, igen. Ő soha nem ad tanácsot, nem ad értelmezést, legfeljebb annyit, hogy ezzel még lesz dolgod, indulj el, keresd az utadat. Kész. Hát Magyarországon nem ez történik, általában egy állításnál. De hogy itt egy nagyon fontos dolog van ebben, hogy ha neked ott lesz egy érzésed, ami nem úgy van, hogy átéltem, mert ezzel segítek, hanem tovább mozog benned, akkor állíts ezzel a problémával te. És akkor neked kell csinálni ebből egy állítást. De én például semmivel nem tudnám rá kényszeríteni, hogy adjak erre a magyarázatot, ha vezetek egy állítást. Tehát az állítás az pont attól működik, hogy nem elhagyjuk a racionális szintet. Nincs tehát racionális okozat összefüggés nincs. Intuitív összefüggés lesz, ami mögötte van. Ezt a Wilber hálózatszerű gondolkozásnak hívva, ez egy nagyon alapvető kérdés, hogy amikor próbálunk az eddigi ismereteink szerint megmagyarázni valamit, az igazából nem fogja elősegíteni a tovább lépést. Alkalmasabbá tesz, ha jól, hogy tovább dolgozzak vele, de az igazi megismerés az intuitívbe fog jönni. És itt nagyon kell vigyázni az állítással.
hogy ott mi történik. Nagyon sokszor átcsúszik jóindulatú tanácsadásba, ott mindenkiben jó indulat van, meg mindenki a másikért teszi, csak pont az nem történik, ami az állítás. Ez fordítva is működik, mikor én drámát rendezek, akkor azt mondom, hogy oké, itt megállunk, innentől állítás. És nincs szerepcsere. Mindenki benne marad abban, ami a szerepe. És onnantól egész másképp dolgozunk. Csak az történt, hogy dramatikus eszközökkel nem lehet tovább menni. Tehát dramatikus eszközökkel az illető, a protagonista meg szeretne tovább menni. És akkor egy technikát változtatunk, de ettől megváltozik nagyon sok minden ott. Ugye ezt videóval szoktuk rögzíteni, mert én tanítok is, tehát, hogy visszanézhető legyen. És hát tényleg lehet látni, ahogy megváltozik a tér. Például nem mozognak az emberek, elcsendesülnek, hang nincs. Így érződik, hogy így hopp, most itt egy nagy változás. És ott technikát kell változtatni, mert a dráma nem tud tovább menni ebbe. Ezt meg kell csinálni. Tehát, hogy visszatérve a konkrét példádra, kell ebből egy állítást csinálni, ha igazán meg akarod, hogy intuitíve ráérezzél, hogy mi is ez benned. Visszakérdezhetek arra állítani, hogy miért félek az együttérzéstől? Erre gondolom, így jól van, értem? Például, így van. Így köszönöm van. Szépen. Köszönöm. Következő kérdés. Az előbb az egóra az volt a megoldás, hogy együttérzés. És mi van, hogyha az egó azért van, hogy védjen mondjuk egy helyzettől, vagy egy helyzetben úgy kell helytállni, hogy oda szükséges az egó. Mondj egy olyan helyzetet, ahol az egód megvédett. Konyha. És konyhán dolgoztam sokáig. Egy konyha, ha jól működik, olyan, mint egy kalózhajó. Van a kapitány, van az első tiszt, meg vannak a kalózok, mint szakácsok. És ott nincs demokrácia. Tehát ott van, ami mondanak, és azt ugye teljesíteni kell, mert így működik jól egy konyha. Ebbe beletartozik az is, hogy néha kutyául bánnak az emberrel, és az arcától 5 centire ordítanak. Ezt ugye egóval valahogy védeni kell magadat. Nekem ez volt rá a megoldásom. Ez volt a kiégésemnek is egy része. Mondd el, hogy védted magadat egóval, amikor 5 centire az arcodtól valaki üvölt rád? Hát a forró serpenyőt így hozzávágtam. Nagyon szép, nagyon jó. Frédi és Béni, kőkorszaki szaki, de ez megvédett? Hát abból a pillanatból ugye kilökött. Kilökött. És utána mi lett a következmény? Hát lett következmény az, hogy újra kellett csinálnom azt a dolgot, meg nyilván utána el lett velem beszélgetve, hogy ilyet nem csinálunk. De abban a pillanatban be voltam szorítva a sarokba, valamit csinálnom kellett. És nem volt rá jobb megoldásom akkor. Na, most végre kimondtad. Nem volt rá jobb megoldás, hanem épp azt alkalmaztad, amit a reaktív tudatod önvédelemből diktált. És az ok és okozat törvénye megmutatta, hogy ez mennyire korlátolt, helytelen, és ilyen elbeszélgetést, esetleg bocsánatkérést, ilyesmit von maga után. Tehát hirtelen az áldozatból elkövető lettél, mert nem bírtad az áldozat szerepet, és átcsaptál elkövetőbe, mert a reaktív ugye, tudatod ezt túlvezérelte. Na most arra próbálok meg rávezetni, hogy az egoitás semmitől nem véd meg, igyekszik fenntartani az én képzetet, igyekszik fenntartani a határokat, de ezt azáltal, hogy mások határait betöröd, és mások én képét lerombolod, hogy a személyiségébe belegázolsz, ezt nem tudod megcsinálni. Ilyenkor, ha tényleg van center, akkor aki üvölt rád, azt megkérdezed nyugodtan, akármilyen ponton van a hierarchiában, hogy hallod magad? Hidd el, ez egy nagyobb sok hatásért érsz el, mint bármi mással, és semmi, ha nincs, amiért elnézést kéne kérni. Nem értek egyet azzal, hogy egy hierarchikus rendben az a szokás, hogy belemegyünk egymásba. Ez egy rossz értelmezése az alá és fölé rendeltségnek. Én Koreában, a szerzetesi társadalomban egy nagyon szigorú hierarchiában éltem, egyszer sem éreztem, hogy belém gázolnak. Azt, hogy hogyan javítatják a hibámat, az egy külön történet, de
nem úgy javítatták, hogy bennem szégyenérzetet, bűntudatot és egyebet keltettek, hanem az, hogy ezt most csináld másképp. Vagy ehelyett most csinálj mást. Vagy lásd meg, hogy itt miért hibáztál. Tehát tanítóértékű volt az egész, amit a hierarchia alacsonyabb szintjéről nagyon nehéz fölfelé tanítani. Ezért lehetetlen, hogy ugye átlag helyzetben a szülőket a gyerek tanítsa. A szülők önmaguk nem tanulnak a gyerektől. És egy hierarchia akkor működik jól, hogyha az energia és az információ akadálytalanul áramlik, és pontosan az adott szinten az marad meg, ami annak a szintnek a dolga. Tehát ha te tudod a saját dolgodat az adott szinten, akkor se alulról nincs nyöszörgés, se fölülről nincs ordibálás. Tehát egy adott kalózhajón, tudnék a kalózhajóról mesélni, mi ezt úgy hívjuk, hogy Prajna Ship, bölcsességhajó, de nagyjából ugyanaz, mert halálfeje zászló van rajta, hogy itt az összes illúziódnak vége, meghalt, amit te gondoltál magadról, az komposzt, úgy ahogy van. És hogyha ez sikerül, akkor sem a főszakács, a kalózkapitány nem rendelkezik hamis önképpel, nem tolja túl, vagy nem lesz közömbös, és az összes többi szint sincs illúzióban arról, hogy ő neki hol a helye. Miért? Mert ha jól látta, hogy mit vállal, akkor pont azt csinálja, amire megkérték. És úgy, ahogy azt kell. Úgyhogy nálunk a konyhában vannak konfliktusok, de olyan, amit most leírsz, hogy valaki üvölt, és utána pedig forró serpenyővel az arcába, ilyen nincs. A konfliktusoknak valamilyen szinten ki kell jönni. Tehát a szembenállást, azt meg kell tudni élni, az egyet nem értést bizonyos modorban kell tudni közölni, mert nem csak, hogy emberből vagyunk, hanem ez az élet része, hogy néha nem értünk egyet. Most az első, amit tényleg a hadseregből lehet tanulni, először teljesítsd a parancsot, és utána pofázz. Ez azt jelenti, hogy főzni kell normális minőségben, miután megettük az adott étkezést, mosogatás után lehet beszélgetni bármiről. Addig nem. Teljesíteni kell. Hogyha teljesíted azt, amit rád bíztak jó minőségben, időre, megfelelő módon, akkor te nyertél. És hogyha a hierarchikus struktúrát azt úgy látod, ahogy van, akkor megvan benne a helyed. A nyugat, mivel nagyon individuális, gyűlöli a hierarchiát alapból, holott nem ismeri föl, hogy a múlt jelen jövő síkján, a generációk síkján mindenképpen hierarchiában élünk, ha tetszik, ha nem. A legnagyobb alárendeltség az a természet törvényeinek való alárendeltség, és hogyha ezt nem vesszük észre, akkor tényleg elpusztítjuk egymást meg magunkat azzal, hogy a környezetünket elpusztítjuk. A természet mindig erősebb lesz, mint mi. A természet van itthon. Mi vagyunk ezek a félre orientált vendégek. Rosszul olvasták el használati utasítást. Tehát az, hogy egy hierarchia hogy működik, azaz azt működtető étoszon, vagy működési elveken, az alkotmányon múlik, hogy mit engedhetsz meg magadnak. A szembenállás önmagában nem konfliktus. A szembenállást úgy kell értelmezni, hogy tükrözzük egymás látásmódját, ha kell véleményét, a véleményét véleménynek láttatom, a tényeket ténynek. Már itt nagyon egymásnak lehet menni. Nagyon keményen. De a szembenállás, a tükrözés az azért fontos, mert az még tud semleges lenni. Tehát minél projekciómentesebb, annál polaritásmentesebb is. És hogyha ezt jól csinálom, akkor a szembenállás szintjén, a tükrözés szintjén meg tudom oldani a dolgot, mert akár együttérzéssel, akár bölcsességgel, akár mindkettővel, de átjárhatóvá tettem a nézőpontokat. Megismerhetővé tettem a személyiségeket. És ezt nem úgy, hogy a tevékenység rovására. Ha erre képtelen vagyok, mert beáll a fal, akkor vagy haragtípusú, vagy pedig vágytípusú megoldások vannak. Tehát hirtelen közös vágytárgy van, és akkor arra elviszem az egészet, ebben egyetértünk, hogy mind a ketten ezt akarjuk, és akkor csak ezt fogjuk csinálni, és művelni, és érzékelni, de ezzel a probléma nem oldódik meg, csak időt adtam, illetve időt pazaroltam, attól függ, honnan nézed. A dütípusú megoldás a türelmetlenebb, hogy itt és most te csináld úgy, ahogy én akarom. Miért? Mert én akarom. Kész. Na, ez egy nagyon primitív dolog,
És sajnos egyre inkább ezzel a kőbaltás módszerrel akarnak emberek hierarchiát működtetni, és ez sajnos tud hosszú életű lenni. Nehogy azt hitt, hogy ez nem tud hosszú életű lenni. Van egy ország, ahol a bunkócska kultúra van, még dalokat is írnak róla, és ez több évszázad óta így bunkócskával megy, te drága, és bum, és ütünk. Tehát ezt is lehet, és évszázadokig ki tud tartani. Hogyan írjuk újra az alkotmányt, azt a rendet, azt az étoszt, ami összefűz minket? Úgy, hogy a belső rendedet alakítod át. És a belső rendet önmagunk, illetve önvalónk megtapasztalása nélkül érdemben nem tudjuk átírni. És javaslom, hogy nézzük meg az univerzum rendjét, és minél inkább egy olyan emberi rendet akarjunk kialakítani, amely a természet működéséhez hasonló. Mert valójában ez lenne a legtartósabb, legegyüttérzőbb, legbölcsebb. És nem lemásolni, hanem emberi módon csinálni azt, amit a természet a saját maga módján, fauna és flóra tanít nekünk. És akkor a hierarchiák, hierarchikus csoportok is nagyon jól tudnak működni. És utolsóként megvan az, hogy a legnagyobb szerzetes és a legkisebb szerzetes egy adott teaszobában teljesen horizontálisan tud teát inni egymással. Az elsőként mindig a nagymester kapja, és az utolsóként pedig a novicius. De utána, amikor meditáció van, munka van, menet van, akkor a hierarchia érvényesül. Csak egyszer csak a hierarchia feloldja önmagát, és kiegyenlítetten tud működni, és utána pedig, ha kell, megint hierarchizálja önmagát, amikor erre szükség van. Ezeket hívom adaptív struktúráknak. Egy adott helyzetben, egy adott kapcsolatot hogyan építek föl azért, hogy a funkciót, a működést végre tudjam hajtani. Melyik kell hozzá? És innen van ezeknek a szerkezeteknek, struktúráknak a relativitása, és nem abszolút kinyilatkoztatott mi volta. Na, ettől lesznek rugalmasak, de nagyon szilárdak. Jó? Tessék a rendet belül megtalálni, és kívül egy olyan rendhez csatlakozni, amiben tudsz hinni. És akkor automatikusan, vagy előbb-utóbb olyan emberekkel társulsz, akikben meg tudsz bízni. És akkor tudsz hosszú távon úgy működni, ahogy te is szeretnél. Köszönöm. Szívesen. Én még kiegészítem. Megkérlek. Az egyik a hierarchia. Ugye most egy múlt év században Párizs óta, amikor a diáklázadás elkezdődött, azóta szépen sétálunk a plurális változásban. Ez azt jelenti, hogy semmi nem igaz, amit eddig azt hittünk. Hát ilyen most ugye a gender, az, vagy a gender, mindegy, hogy mondjuk. Tehát, hogy ezek tipikus példák. De ennek a megoldása az integrál lesz, amikor a helyére kerülnek, és a hierarchiák ugyanaz a helyre kerülnek, ahol a dolguk van, amit te elmondtál a természetben. Hát, hogy ezt kikélik meg, az egy nagy kérdés most. Ez az egyik. A másik az, hogy háromféle az emberi viselkedés. Agresszív, alárendelődő vagy asszertív. Az agresszív azt jelenti, hogy meg akarom semmisíteni a másikat, vagy legalábbis lekicsinyíteni. A alárendelődő azt jelenti, hogy úgy tudok életben maradni, ha alárendelődök és elfogadom. Csak ezzel az lesz a baj, hogy egyre inkább nő bennem a feszültség, egyszer csak fölrobbanok. És akkor agresszív leszek, mikor oda csapod el. És ilyenkor átmegyünk egyébként olyan pilótába, ami automatikusan működik. Na, az asszertív viszont azt jelenti, hogy képviselem magam, de nem a másik kárára. Például ebben az esetben lehet azt mondani a séfnek, hogy érzem a pozitív szándékodat, ami üvöltözöl velem, de nagyon rosszul esik hallgatni. De először a pozitív szándék, és aztán az, hogy ér rá vesz, hogy hat. Most innentől kezdve nem fog tudni üvölteni. És az asszertivitás sajnos a mi kultúránkban nyomokban sincs. Ezt meg kell tanulni. Senki nem születik asszertívnek. Ha egy gyerek asszertívnek született, az beteg. Annak agresszívnek kell lenni. Csak aztán ki lehet fejleszteni, és akkor lehet ezzel jobban működni. És amikor indulatvezéreltek leszünk, ez tényleg olyan, hogy azt működjük automatikusan, amit eddig mi megtanultunk és tudunk. Tehát azt lehet minden ilyen indulati cselekvésbe
föl megérteni, hogy hogy vagyok én ebbe, tehát miért csinálom ezt, és hogy miért tudom így kezelni csak az indulataimat. És az indulat rengeteget segít abban, hogy megértsük magunkat, utólag ki kell elemezni, akkor nyilván nem tudod, mert tudnád, akkor nem csapod oda. Tehát, hogy rengeteg fejlődési lehetőség van ebbe, és az asszertivitás, ha nem is azonnal vezet eredményre, de hosszú távon eredményes. Ha másért nem, jobban érzem magam. És azért az nem egy hátrányos. És haladjunk az integrál fele, nagyon nehéz integratív módon gondolkozni. Tehát úgy, hogy a dolgok megkeresni a dolgok helyét, és betenni oda, ahol a helyük van, és aztán ezt így kezelni. Ezt nagyon nehéz megcsinálni. Jelenleg az amerikai lakosság 1-2%-a képes erre. Magyarországon nagyon ritka. Most igazi változás, és ez megint teljesen egyezik a keleti tanokkal, akkor lesz, ha 10% fölé kerülünk. És ez megint nem most kitalált dolog, ez a 10%, tehát nem a Wilber találta ki, hanem ez több ezer éve működik, hogy akkor komoly változás tud bekövetkezni. Hát dolgozzunk érte. Minél többen vagyunk, annál inkább a valóság meg fog születni, csak hát meg kell teremteni. Utolsó kérdés, ha van? Tessék itt. Említetted, hogy a tárgyas mi az kérdés, és a látót erősítő mi az kérdés, az külön választható. És van, amikor a látót erősítő mi az kérdésnél ugye hagyjuk, hogy elmenjenek a dolgok. Az egyik kérdésem az, hogy jól sejtem, hogy a leborulás és az ének is ezt szolgálja? Igen. Igen. A másik kérdésem az, hogy ezeknek a gyakorlata segíti annak a képességét, hogy a tárgyas mihez kérdéssel egyre jobban és mélyebben átalakítsuk magunkat? Igen. Köszönöm. Nota bene, hogy van olyan, hogy valamilyen vágytárgyért borulnak le, de ez már tételes vallás, vagy énekelnek valakiért valamiért, ez oké, csak hát az eredeti funkciója ennek a gyakorlatnak más. Tehát semmi gond azzal, hogy valakinek, ha elhal Zsizsang Bosszá mantrát énekelsz, az nem arról szól, hogy te feljebb ébredsz, hanem az, hogy segítsz valakinek egy olyan szintről, ahogy te vagy. Tehát koreai ilyen bosszálnimok, ilyen kis képzelje, 150 centi vasárgyal együtt 45 kiló, 1000 leborulás egy éjszaka. Így. Azért, hogy a gyerek bejusson az egyetemre. Az unoka. Tehát ez már messze nem tárgyatlan, és akkor ezt nem megszabadulás irányú útnak mondjuk. Ezzel sincs semmi baj, csak hogy hallottad korábban, nem keverjük a kettőt, mert abból lenne a mennyei biznisz. Ne bizniszeljünk a láthatatlannal. Tapasztaljunk helyesen, jó? Egyetértek. Remélem, mindenki érzi ezt az elképesztő derűt és örömöt most a térben, ami mindannyiunknak osztályrésze a mai napon. Az én lelkem, mint egy ilyen boldog sasmadár, röpköd, miközben itt van veletek, Daubner Béla társaságában. Én hálásan köszönöm, hogy a mai napot a jelenléteddel és a tanításoddal megáldottad, és mindenkinek azt szeretném javasolni, hogy egy 10 millimétert ne távolodjon attól, amit ma belül realizált. Csak haladjon egyenesen előre ezen az úton. De ha akarsz, nyugodtan térj le, és ha majd szenvedsz, mész terápiára, meg gyakorlatra. Nincs ez semmi baj. Én már egyénit nem vállalok. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és remélem, hogy még hasonló alkalmakon vendégül láthatunk a templomban. Rajtam nem múlik. Nagyon szépen köszönöm.